értünk kunság mezején ért kalászt lengettél. Tokaj szőlőveszein nektárt csepegtettél. Tokaj. Egy város, amely 1823-ban Kölcsey Ferencet is megihlette a himnusz megírásakor. Egy város, amelynek nem csak múltja, de jövője is van. Egy város, ahol folyók egyesülnek, ahol a festői környezet immáron a világörökség részét képezi. Egy város, amely bor különlegességével világszerte ismertté tette a Tokaji nevet. Egy város, amely nemrégiben felépített színházával a kultúrák találkozási helye lett. És egy település, amely régi időket idéző kisvárosi hangulatával látogatók sokaságát vonza minden évben. Aki ide eljön, rögtön magával ragadja a tájnak a szépsége, hiszen a Bódoga Tisza összefolyása és általában ugye a Kopaszhegy, az elvarázsolja a kisvárosba látogatókat, és hát emellett, ha elmegy a pincékbe, akkor egészen különleges dolgokat lát. Nem csak a borokra gondolok, hanem maguk a pincék, mint építmények is fantasztikusak és rendkívül változatosak. A tokaji bor a 15. század második felétől vált meghatározóvá a magyar borhistóriában. A tokaji aszú lassan csak nem valamennyi főúri asztal nélkülözhetetlen tartozéka lett. Ennek következtében a város kereskedelme fellendült. Tokaj meghatározó piaci központ lett. Míg a térség hányatott sorsa sem tudta megakadályozni a borkereskedelem virágzását, és szerte a világon mind nagyobb kereslet mutatkozott a tokaji iránt. Ekkor kezdte meg diadalmas hódítását, a tokaji aszú névjegyévé vált királyok bora, a borok királya mondás is. Tokaj városa és az itt élők azonban nem csak a bor, de más kulturális ágak iránt is fogékonyak. Már az 50-es években erős igény mutatkozott egy kulturális központ kialakítására. Akkoriban alakult meg a Zilahi György művészetbarátok köre és a tokaji írótábor is. A Paulai Ede Színház megépítésével tehát a tokaiak álma nemrégiben beteljesült. Az új teátrummal egy igényes, minden igényt kielégítő kulturális és konferencia központot sikerült megépíteni Tokajban. Ha Tokajban az 5 vagy a 6 puttonos asszúra mondjuk azt, hogy minőség, akkor ennek a színháznak az 5 és 6 puttonos asszúhoz hasonló minőséget kell nyújtania. Legalábbis a színdarabok színvonalában, kiválasztásában, az előadás módjában. A város legfrissebb szerzeményének névadója, a 19. századi magyar színjátszás egyik talán legnagyobb alakja, a Nemzeti Színház egykori rendezője és drámai szakigazgatója, a tokaji születésű Paulai Ede. Tokaj álmai kezdenek megvalósulni, kezdenek beteljesülni. Mondani szokták, szerem szállt el át a csodálkozást. Gyönyörű, fantasztikus. Aki ide belép, az talán majd gondolom, hogy örömet, talán felüdülést, és talán időnként bizonyos part a katarzist is átélhet, hiszen végül is színházról van szó. A 300 fő befogadására képes színházat a legmodernebb fény- és hangtechnikai berendezésekkel szerelték fel. A befedhető zenekari árok mögött programozható színpad segíti a színészek, színházi rendezők munkáját. Belső kialakítása is mindenben megfelel a kor követelményeinek. A nézőtér elegáns, a színház csillagboltozata pedig impozáns ruhába öltözteti a teret. A modern, ugyanakkor szemet gyönyörködtető kialakítást nézve nem is gondolná az ember, hogy az épület rekordidő alatt, mindössze 9 hónap alatt épült fel. Azt kell mondjam, hogy az itteni munka a világörökség helyén világcsúcs. Az az első nap, hogy az első taps ezen a nézőtéren elhangzott. A Paulai Ede Színháznak nincs és nem is lesz társulata. A színpadot fővárosi, vidéki nagyvárosok és határon túli települések társulatai koptatják majd. A tokaiak és a tokajba látogatók igényeinek megfelelően állítják majd össze egy-egy színházi évad programját. Színes lesz, mert Miskolci
társulatok fognak megfordulni, nyíregyháziak, határon túliak, debreceniek, és talán még azt is megengedhetjük magunknak, hogy majd szemezgetünk a legjobb darabokból a tokaiak és az ide érkező turisták számára. Örülök annak, hogy ma tudtunk egy nagyon szép színházzal gyarapodni, ami szerintem a világon bárhol megállná a helyét, ha nem is méreteivel, mert azért ez egy kisváros kis színháza, de magával a környezetével és ennek az épületnek, amit most éppen ugye egy ilyen projektzáró esemény keretében avattunk, az architektúrájával, megjelenésével, építészeti adottságaival. A csaknem 1 milliárd forintos, főként Európai Uniós támogatásból felépült színház más célokra is használható. Filmvetítések mellett befogadó képességének és tágas előterének köszönhetően konferenciák, kiállítások rendezésére is alkalmas. A színház nem csupán külső jegyei, hanem minőségi, a mai kor technikai szintjén felszerelt belső terei miatt is kiválóan alkalmas arra, hogy otthont adjon a város rangjához méltó kulturális eseményeknek. A Tokaji Kulturális és Konferencia Központ méltán tarthat igényt a városba érkezők figyelmére. Az épület együttes másik meghatározó eleme az egykori zsinagóga épülete. A Tokaj szívében található zsinagóga 1999-ben vált a tűz martalékává. Az épületet azóta gyönyörűen felújították. A régi izraelita imaház mostanra impozáns méretei, valamint a város történelméről árulkodó architektúrája miatt önmagában is megkapó látványt nyújt a szemlélődőknek. Azzal kezdtük, hogy abból csináltunk egy kulturális konferencia termet, mert tapasztaltuk, hogy szívesen jönnek cégek ide meetingeket tartani, szívesen tartanak itt különböző szervezetek konferenciákat, és hogyha már itt van a konferencia, akkor természetesen este is akarnak szórakozni, és a téli fél évben is a szórakozás lehetőségét egy színházzal meg lehet édesíteni. A felépített színház elsődleges és nem titkolt célja, hogy télen is biztosítsa és kielégítse a helyiek és a városba érkező kulturális igényeit. De a zsinagóga és a mellé épített minden ízében modern, ugyanakkor emberközeli és barátságos teátrum, izgalmas összhangot és önmagában is üdítő élményt nyújt az ide látogatóknak. Toka életében továbbra is első helyen áll a szőlő- és borkultúra fejlesztése, de az itt élők emellett nagy hangsúlyt fektetnek a település természeti adottságainak kiaknázására és a kisvárosi hangulat megőrzésére. Ezt, vagyis a múlt és a jelen erőfeszítéseit elismerve, az UNESCO 2002-ben Tokaj hegyalját a világörökség részének nyilvánította. A festői környezet, a nyári fesztiválok és rendezvények turisták ezreit vonzák ide évente. A turizmus az eléggé dinamikusan fejlődik, ha úgy tetszik, virágzik Tokajban, és ezeknek a turistáknak, akik ebbe a kisvárosba jönnek, azért programokat kell biztosítani. A Tisza és a Bodrog összefolyásánál fekvő Tokajban többségében értelmiségiek laknak. A városlakók többsége szőlő- és bortermelésből él. Természetszerető emberek, akik óvják és vigyázzák lakóhelyük, környezetük tisztaságát. Ez a tisztaság, az ódon utcákból sugárzó nyugalom és csend az ide látogató turistákat is megérinti. Aki turista, az nem akar egy olyan városba menni, ahol a kamionok robognak át, nem akar egy olyan városba menni, ahol szemetesek az utcák, nem akar olyan városba menni, ahol zaj van és por van, hanem tiszta környezet, kellemes zöld felületek, jó szórakozási lehetőségek, kiváló borok és soroljam még. Tokaj 1986-ban kapta meg a városi címet. Azóta fejlődése töretlen. A fejlesztések mellett arra azonban mindig nagyon ügyeltek az itt élők, hogy a múlt és a jelen értékeit megőrizzék, és továbbadják a jövő nemzedékének.
Ehhez nyújt segítséget és biztosít teret a most megépített színház is, amely vélhetően hosszú ideig tolmácsolja majd az elmúlt évszázadok bölcsességeit és tapasztalatait, valamint az elkövetkező korok üzeneteit és kultúráját a felnövekvő nemzedékek számára. Értünk Kunság mezején, ért kalászt lengettél, tokaj szőlővesszein nektárt csepegtettél.